Jó estét kívánok, önök a Mély Magyart látják. Ma esti vendégem Hídvégi Balázs, a Magyar Nemzeti Bank szóvivője. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm is. Az a baj, hogy kicsit nehéz eldöntenem, hogy honnan is kezdjük. Ugyanis ami a jegybank körül, ami a jegybank ellen folyik hónapok óta, az kicsit megnehezíti mind a riporter, de hát az kit érdekel, de gondolom leginkább például a szóvivő dolgát. Nem irigylem most ezért a munkakörért. Én valahonnan onnan szeretném ezt a beszélgetést indítani, hogy idézzek önnek egy mondatot, jó? Ami szerintem ellenzéki képviselőktől, ellenzéki médiákban egy ilyen vezérfonal lett. A mondat így szól. Matolcsi György éppen most lop el az alapítványain és a rokonain keresztül 265 milliárd forintot. Ez egy tételmondat. Most ebben a mondatban minden szónak megvan a maga értelme, csak az a baj, hogy a mondat önmagában orbitális, kapitális baromság. Sem értelme nincs, sem igazságtartalma. Azért kérem, hogy mielőtt elkezdjük a részleteket, valahonnan innen indítsuk el ezt a beszélgetést. És ebben a mondatban egyetlen dolog van, amit nem kell megmagyarázni, az, hogy Matolcsi György a jegybank elnöke. De akkor az összes többire térjünk ki. Nézzük először ezt a 265 milliárd forintot. Honnan van ez a bizonyos 265 milliárd forint? És ez a 265 milliárd forint jelen pillanatban a maga fizikai valóságában hol található, ha éppen nincs ellopva. Kezdjük innen. Köszönöm szépen. A kérdés valóban teljesen indokolt, és az is indokolt szerintem, hogy beszélgessünk ma este egy picit majd a tágabb értelméről is annak, ami zajlik a Magyar Nemzeti Bank körül, a Magyar Nemzeti Bank elnökével kapcsolatban. A 265 milliárd forintra visszatérve, mert ugye ez a konkrét kérdés most, ez a pénz megvan, ezt ugye a Magyar Nemzeti Bank alapítói vagyonjuttatás keretében a Pallas Athéné alapítványok számára rendelkezésre bocsátotta, azzal a megkötéssel, hogy ezt nem költhetik el. Tehát a legfontosabb állítás, hogy itt elherdálás, ellopás, stb. Történne, az fogalmilag kizárt, hiszen az alapítványok létrehozásakor ez direkt és közvetlenül és konkrétan úgy történt, úgy kerültek ezek megalapításra, hogy ezt ne lehessen elkölteni. Ez egyébként egy általános megoldás alapítványok létrehozásakor, hogy az alapítói vagyon azt meg kell őrizni, a vagyont, és a hozammal lehet gazdálkodni. Itt is erről van szó, tehát a pénz megvan, hogy hol van, azt ugye pontosan lehet tudni, hiszen részben a rengeteg hazug támadás miatt is most már konkrétabban, nyíltabban kommunikálnak az alapítványok is, és nagyobb figyelmet fordítanak erre, és mi magunk, mint az alapító intézmény, a Nemzeti Bank is erre jobban odafigyelünk. Ez az összeg a következőképpen oszlik meg. Először is növekedett, tehát kezdjük akkor rögtön ezzel, hogy ez körülbelül két év működés után az az összeg, ami 265 milliárd forintot tett ki összességében, az 830 millió forinttal több lett. Vagyis látható már ebből az adatból is, ebből a számból is, hogy megfelelő, felelősségteljes és jó gazdálkodást mondhatnak maguknak, magukének az alapítványok, hiszen a rendelkezésre álló pénz növekedett. Ez most már 267,4 milliárd forint. Ennek egy jelentős része állampapírban van. Pont most egyébként ez változott ezen a héten, egy friss hír. A mostani állás szerint 174,5 milliárd forintnyi állampapír található, vagy állampapírban található, egy ekkora összeg. Egy jelentős rész ingatlanokban került befektetésre. Ez most változott. Ez körülbelül 50 milliárdot, egy picit kevesebb, mint 50 milliárd forintot jelent. 37,7 milliárd cég részesedésben, illetve cég vállalati kötvényekben került befektetésre, és 5,85 milliárd forint pedig készpénzben, bankbetétben található. Ezt majd úgy is részletezzük, az egész portfóliót, ingatlant, műkincset, szponzorációs tevékenységet. Csak hagyj maradjak még egy kicsit a 265 milliárd forintnál, mint ténynél, mert ha nézzük a Magyar Nemzeti Bank működését, és most szorítkozzunk egyszer időhiány miatt csak a rendszerváltás utáni időszakra.
megérne egy misét a rendszerváltás előtti jegybanki tevékenység is, de azt majd egy másik alkalommal megtárgyaljuk. Tehát ha nézzük ezt a 25-27 esztendőt durván, ugye nem volt arra nagyon példa, hogy a jegybank úgymond nyereségesen működjék. Ez most megváltozott. Csak hogy a 265 milliárd forint honnan van, ennek a pénzösszegnek, pénztömegnek az eredetére szeretnék rákérdezni. Ugyanis ugye ez a pénz onnan van, hogy a jegybank nyereségesen működik Matolcsy György jegybank elnöksége alatt. Hogy ez mennyire szokatlan, azt onnan is lehet tudni, hogy egyik kedvenc liberális, szélliberális hírportálom, a 444.hu, már egy hónappal ezelőtt hosszú cikket szentelt ennek a jelenségnek, amelyben ők természetesen azt fejtegetik, hogy jó, hát a jegybank nyereséges, de ez teljesen indiferens, mert a jegybanknak nem az a dolga, hogy nyereséges legyen. Hát annyiban azért nem indiferens, hogy a költségvetésnek kell kipótolni ezt a veszteséget, ha ez Erre szerettem volna rákérdezni, hogy tekintsük már át ezt, nagyon röviden ezt a 21 néhány évet. Jól tudom-e én azt, hogy az volt a általános és normális tendencia egészen napjainkig, hogy évvégén a jegybank x milliárd veszteséget bejelentett, ezt a költségvetésből az állam mindig kipótolta. Most pedig a helyzet a fordítottjára változott, és ha igen, akkor hogyan? Hát ugye egy hosszú időszakról beszélünk, azt elmondhatjuk valóban, hogy részben az általában magas alapkamatszint miatt nagyon komoly kamatterheket kellett a Nemzeti Banknak a korábbi időszakban teljesítenie. Sokan azt mondják elemzők közül, hogy túlzott devizatartalék képzés is hozzájárult például ahhoz, az is ugye pénzbe kerülő dolog ugye a Magyar Államnak és a Nemzeti Banknak, hogy ezek a veszteségek létrejöttek. Volt azért olyan év is, amikor nyereség volt, enyhe, de az egész időszakot tekintve valóban azt látjuk, hogy egy negatív tendenciában most ez megfordult az elmúlt években. Itt említeni mindenképpen fontos elemként az alapkamat csökkentési ciklust, ami most már hosszú idő óta, vagy több éve ugye zajlik, amióta Matolcsy György átvette a jegybank vezetését. Sőt, igazából a kormányváltás követően, 2010 után, ahogy a monetáris tanácsban megváltoztak az erőviszonyok, is ez már elindult, de döntő jelentőséget az elmúlt három évben nyert ez a folyamat. Ez ugye egy folyamatosan csökkenő kamatterhet jelent a Magyar Állam és a Nemzeti Bank részére. Azt lehet mondani, hogy 1000 milliárd forintos tételben csökkent az eddigi időszakot nézve ez a kamatkötelezettség. A devizatartalékot is mondhatom, illetve a devizahiteleknek a problémáját és azoknak a kivezetését, a forintosítást, ami jelentős forrást teremtett arra, hogy ezt aztán közösségi célokra a Nemzeti Bank, illetve az által alapított intézmények felhasználhassák. Úgyhogy itt egy nagyon komoly paradigmaváltást láttunk az elmúlt időszakban, és az a kiszámíthatóság, amit az alacsony kamat jelent, alapkamat, és az a hitelezést ösztönző környezet, amit a Nemzeti Bank elősegít, és amit megtámogat, itt majd beszélhetünk kicsit később a növekedési hitelprogramról például, mint nagyon fontos és új és nagyon kreatív monetáris politikai eszközről. Ezek mind ezt a szituációt, ezt az új megközelítést erősítik, és erősítik a Magyar Államot, aminek csökkent a deviza hitelekben való kitettsége a külföld felé, a magyar állampapír állomány az növekedett, most már hazai kézben vannak ezek döntő többségben, úgyhogy ezek mindenképpen jó folyamatok, amelyek elősegítik azt, hogy egy eredményes gazdálkodást legyen, és ne terheljük a költségvetést, hanem pont, hogy most ebben az évben például ugye 50 milliárd forintot befizettünk a költségvetésbe, ez államadósság csökkentésre használható. Egyébként úgy, hogy még egy másik 45 milliárd forintnyi összeg az eredménytartalékot gazdagítja, azt hozta még biztosabb helyzetbe, ez körülbelül most már 100 milliárd forintot tesz ki, ez pedig megfelelő a mi értékelésünk szerint. Ugye a klasszikus tézis szerint a jegybank legfontosabb feladata az infláció elleni küzdelem. És az infláció elleni küzdelemmel szokták összefüggésbe hozni például a jegybanki alapkamat állását. 20x éven keresztül hallgattuk, hogy azért kell magasan tartani az alapkamatot, hogy az infláció ne szabaduljon el. Ez iszonyú megterhelést jelentett ugye az országnak.
Csak hogy mindenki értse, ha magas a jegybanki alapkamat, akkor azon túl, hogy a kereskedelmi banki hitelkamatok is ezt követik, ezzel logikusan. Vannak pariba logikusan, tehát azok is magasan vannak, de mondjuk az állam finanszírozása is a jegybanki alapkamat szintjén zajlik. Magyarul például az állampapírokért, mondjuk külföldi befektetőnek, Most gondoljunk bele, hogy volt ebben az országban a jegybanki alapkamat 10-akárhány százalék is. Igen. Volt. Igen. Most meg 0,9. Igen. Ha és közben ugye azt láttuk, így van, és közben pedig azt láttuk ugye ebben az időszakban, a válság előtt, és őt a válság éveiben is, hogy ugye nagyon durván elindult a devizahitelezés, vagy a deviza alapú hitelezés, ugye, mert és az is van az egy vita, hogy az valójában milyen hitelezés volt, de az elszámolása az ugye devizában történt, hiszen versenyképtelenek voltak azok a hitelkonstrukciók, hitelajánlatok, amelyekkel forint alapú hitel esetében előálltak a bankok, mind a családoknak, mind a vállalkozásoknak. Én nem emlékszem arra egyébként, ha már a jegybanki vezetésről beszélünk most és régebben, én nem emlékszem arra, hogy abban az időben például a Simor-féle vezetés kiállt volna a nyilvánosság elé, és a devizahitelezés veszélyeire mondjuk felhívta volna a figyelmet, vagy esetleg jegybanki eszközöket, monetáris politikai eszközöket, szabályozási eszközöket komolyan mérlegelt volna, vagy ilyeneket bevetett volna, hogy ezt megakadályozza, vagy legalábbis visszafogja. Tehát ugye magasan tartotta az alapkamatot, sőt még emelte is, mikor már elég sokan mondták ezt elemzők közül is, hogy ezt csökkenteni kellene. Ezáltal még nehezebbé vált ugye forintban versenyképes hitelt ajánlani és versenyképes hitelt felvenni, vagy hát valójában felvett hitelhez jutni, és elindult ugye ez a devizahitelezéses csapdahelyzet, akkor még nem tűnt annak, bárha erre ugye ehhez értő intézmények, ezzel foglalkozó emberek felhívják konkrétabban a figyelmet, akkor azt részben azért elkerülhető lett volna. Ez egy nagy tanulsága szerintem Magyarországnak, meg a régiónak is, és amikor mi azt mondjuk, mint jegybank, hogy szeretnénk odafigyelni arra, hogy a pénzügyi tudatosság az növekedjen Magyarországon, már a középiskolák szintjén, tehát középfok oktatásban, és egyértelműen az egyetemi oktatás szintjén szinten, amikor mi ezt, erre támogatásokat adunk, mint jegybank, illetve az alapítványok, amiket megalapítottunk, és amelyeket ugye ilyen támadások érnek, az ő feladatai között is kiemelt szerepben van. A pénzügyi tudatosság, a közgazdasági ismereteknek az erősítése és a népszerűsítése. Ez részben azért is van így, egyébként is nagyon fontos, de ezután a tapasztalat után, amin az ország keresztül ment, és ugye most jövünk csak még ebből ki, de nagyon sok család még mindig azért ezeket a hiteleket fizeti, és nehéz helyzetben van, bár nagyon sokat tett ugye a 2010-ben alakult kormány és a jegybank ugye ebben partnere, hogy ezeket csökkentse, erről is majd beszéltünk, ugye ezt a fajta csapdaszituációt el kell kerülni, és ennek egy része, egy fontos része az, amellett, hogy a jegybank mondjuk részt vett nyilván ugye az egésznek a megoldásában, a forintosítást említettem például, annak az időzítése is egy fontos kérdés volt például, de tágabb értelemben a tudatosság növelése lényeges ahhoz, hogy még egyszer ilyen helyzet ne álljon elő. Ugye azt mondta, hogy nem emlékszik, hogy a korábbi jegybankvezetés annak idején kiállt volna, hogy felhívja a figyelmet például a devizahitelezés veszélyeire. Azért nem emlékszik, mert nem történt ilyen. Ellenben például a aljasság és a pofátlanság csúcsa, a csimbor asszója, hogy most például a 265 milliárdos jegybanki nyereség kapcsán van képük szocialista összes többi politikusnak kiállni, akik nyakig benne vannak egyébként a devizahitelezés gazemberségébe, most kiállnak azzal a mondattal, hogy a jegybank a devizahitelesek vérén és a rossz átváltással szerezte ezt a nyereségét. Tényleg megáll az ember esze. Tényleg megáll az ember esze. Mintha egyébként a jegybank döntötte volna el, hogy milyen árfolyamon váltják. Ne. Például, igen. Az egész egy nonsense, de van pofájuk, és kiállnak ezzel. Az a helyzet, hogy valóban az embernek, tényleg mint most esetemben, mint jegybanki szóvivőnek is sokszor a önuralmát tudatosan kell megőriznie. Ezen, önnek kell, nekem nem. Ezen támadásokat hallva, mert olyan szinten tényleg megalapozatlan és hát felháborító állításokat hallunk. Itt ugye 1000 milliárd forint
forintot adtunk vissza gyakorlatilag ugye a magyar kormánnyal együttműködésben a devizahiteleseknek. Ugye ez több lépcsőből állt, ugye itt a végtörlesztés, mondhatom az elszámolásokat, ahol a bankok ugye visszafizettek komoly összegeket hiteleseknek, illetve aztán a forintosítást, ahol egyébként egy bírósági döntés alapján lehetett ezeket nem forintosítani. Nem döntött el, hogy milyen árfolyamon mi döntöttünk, fogja. Hanem meg kellett várnunk egy jogegységi határozatot, ezt követően történt meg. És a bankszövetség mindent megtett azért, hogy az árfolyam minél rosszabb legyen. Mindenesetre ez a forintosítás megtörtént, és ahogy látjuk, ott ugye két hónappal, szűk két hónappal azt követően ugye oldottak föl Svájcban egy kötöttséget, tehát ott még egy nagyon nagyot erősödött tovább a svájci frank. Hát ha az nincs, akkor ez még 350 milliárd forintnyi plusz terhel. Szerintem akkor lehúzza az országot. Úgyhogy ezek alapján, és ugye még egyszer menjünk vissza egy picit, ugye itt mi a tűzoltó, a mentő egység szerepét kell játsszuk, és ezt kell betöltsük, és ezt töltsük be, mint Nemzeti Bank, illetve a 2010-ben alakult kormány, egy olyan örökölt szituációt kellett megoldani, ami az egyik legnagyobb tehertétel volt a magyar gazdaságon, a magyar családokon és a magyar vállalkozásokon. Tehát ez egy nagyon nehezen megoldható szituáció volt, ami több lépcsőben egymásra épülő döntésekkel azt kell mondjam, hogy a lehetőségekhez képest, a tudásunkhoz képest a legjobban sikerült megoldani. Nincs már ez a probléma, a hitelek forintosítva mennek tovább, és ugye kiszámítható, alacsony alapkamathoz illeszkedő kamattal egy egészen más helyzet van. Ugye az a fajta kitettség, kiszolgáltatottság, sőt ugye reménytelen helyzet, amiben sok család, sok vállalkozás ezekkel a hitelekkel került, ugye az árfolyam megváltozását követően, és a válság ugye erre csak rátett egy lapáttal, azt lehet mondani, hogy ha nem is varázsütéssel, nyilván eltüntetni azért nem lehet, de ez egy kiszámítható és tervezhető módon kerül kivezetésre, és most pedig ugye a mi pénzügyi politikánk, vagy monetáris politikánk központjában a forint alapú hitelezés erősítése szerepel. Azt látjuk egyébként, hogy mind Magyarországon, mind kicsit tágabban nézve az egész Európai Unióban, azért ez a válság ez lassan múlik el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy még nem tartunk ott hitelezésben, ahol kellene, és ugyanez igaz ugye az Európai Unió más tagállamára, vagy akár az egész világra, akkor itt egy nagyon lassan visszatérő gazdasági aktivizmus, vagy gazdasági növekedés az, ami látható. Ebből a szempontból egyébként Magyarország jól teljesít, mert jók a gazdasági növekedési számok, hogy volt és most lassulás az első negyed évben, ugye úgy számolunk, hogy ez vissza fog erősödni. Úgyhogy szerintem jó pályán vagyunk, és nyilván az, hogy ez egy alacsony kiszámítható árstabilitást jelent, egy alacsony inflációt, ez ezt elő fogja segíteni, és már elősegíti. Jó, mindesetre ezt a témakört lezárva, azt szögezzük le, ha nem az történik 2010-et követően, amit a kormány jegybank megcselekedett, akkor az ön által is hivatkozott svájci banki döntést követően szerintem százezrek kerültek volna az utcára, híd alá. Ez a helyzet. Ezt azért rögzítjük. Azok kedvéért, akik most azt a felháborító aljas hazugságot terjesztik, meg mondják szemrebben és nélkül a rinocéros bőrű pofájukkal, hogy a jegybank ezen szedte meg magát. Csak rögzítjük ezt a tényt. Térjünk vissza az alapítványokhoz. Ez a bizonyos 265 milliárd forintról, tehát akkor megbeszéltük. Ez ott van, ez nem elkölthető. Ez megvan, sőt növekedett. Növekedett a jó gazdálkodást követően, és ennek a 265 milliárd forintnak a hozamaiból költ különböző dolgokra és célokra költenek ezek a bizonyos alapítványok. No, akkor lubickoljunk kicsit a részletekben. Ugye, első számú vádpont. Az alapítványok 25 milliárd forintért vásároltak ingatlanokat, és a tegnapi hír, amit, hogyha jól emlékszem, olvastam különböző portálokon, természetesen vádként, hogy hűha, az MNB-s alapítványok további ingatlan vásárlásokon törik a furfangos fejüket, például meg akarják venni Budán a postapalotát. Megtörtént. Csak jegyzem meg zárójelben. A postapalota eladása miatt, hogy miért nincsenek börtönbe, akik ezt az egészet csinálták, az önmagában egy kérdés, másrészt pedig a postapalota hosszú évek óta ott rohad Buda tetején. Üresen áll és rohad. Még állag megóvás sem történik. És pontosan ettől jó példa ez az egész. A kérdés egyszerű.
miért éppen ingatlanok? Induljunk el innen. Egy mondatot még, mielőtt a konkrét vázba belekezdek. Amikor alapítványokról beszélünk, a jegybank alapítványokat hoz létre, és vagyont juttat számukra, és kitűz feladatokat, amiket el kell lássanak. Ez nem egy magyar sajátosság. Ugye ez egy másik dolog, ami egyébként visszatér ebben a politikai hetz kampányban, hogy hát micsoda dolog ez, és hát ez máshol nincs, így nem igaz. Mindenhol. Mi megnéztük a teljes Európai Uniót, sőt, Latin-Amerikát, Egyesült Államokat. Ez gyakorlatilag ez a standard működésnek a része az, hogy egy jegybank alapítványt hoz létre, általában oktatási célra, de egyébként nem is csak mindig. Hát találunk egészen külön művészeti, meg zenei, meg egyéb támogatásokat is. Ehhez képest a magyar alapítványi struktúra, amit mi létrehoztunk, az egy hagyományos, megszokott oktatást támogató rendszerbe illeszkedik. Pont. De akkor a konkrét kérdésre is rátérve. Itt ugye nagyon fontos egy ilyen komoly vagyon esetében az, hogy azt megfelelően használják. Tehát felelősségteljesen és ügyesen fektessék be, akkor tudnak oktatási támogatásokat nyújtani, akkor tudják ellátni a feladatokat, hogyha rendesen kezelik azt a pénzt és okosan fektetik be. Említettem, hogy nagyon nagy része ugye ennek állampapírban van, ugye egy biztos kiszámítható befektetés az állampapír. De úgy látszik most figyelve a magyar piaci fejleményeket, hogy az ingatlan piac feljövőben van, és azok a hozamok, amik az ingatlan piacon várhatók, vagy már most elérhetők, azok magasabbak, mintha a pénz teljes egész állampapírban marad. Ezért azt a stratégiai döntést hozták meg az alapítványok, és egy nagyon felkészült befektetésekkel foglalkozó cég és szakember vezeti ezt a részt, és hozzák ezeket a döntéseket ott közösen meg. Az a döntés született, hogy növelik az ingatlan portfóliójukat. Ez 25 milliárd forint volt eddig, és ez most 50 milliárd forint közelébe ért el, pont ha jól tudom, tegnap vagy ezen a héten került ez bejelentésre. És az a mód, hogy aktívabban kommunikálnak már ők is, tehát sajtótájékoztatót tartanak, sajtóbeszélgetéseket, az egy közös döntésünk eredménye. Én azt kértem az alapítványban dolgozó munkatársaktól, hogy ők is legyenek nyitottabbak, ők is álljanak inkább elő saját maguk a döntéseikkel, azt magyarázzák el, mondják el, hiszen egy ilyen támadás közepén, talán ez már lecsengőben van valamelyes, de egy ilyen támadást követően, amit az elmúlt hónapokban mind a jegybank, mind az alapítványok kénytelenek voltak ugye elszenvedni és erre reagálni. Ugye fontos az, hogy a kommunikáció az nyitottabb legyen, aktívabb legyen. Úgyhogy ezt nagyon üdvözlöm, hogy ezt ők is most már elkezdték. Egy hosszú interjú egyébként olvasható az egyik heti lapban, ami tegnap jelent meg. Ez ügyben, figyelőben, így van. Itt tehát egy ingatlan portfólió bővítésről van szó. Millenárison vásárolnak meg két irodaházat, a Postapalotát, amit említett, illetve egy debreceni innovációs központként szolgáló szintén irodaépületet. Ezek jó beruházásnak számítanak. Annak én külön örülök, hogy például a Postapalota esetében, és nem véletlenül nyilván ön is ezzel kezdte, ugye egy értékmentés is történik egyszerre, hiszen ezek értékalapú alapítványok, amikor mi megalapítottuk őket, akkor a kitűzött feladatok mellett a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi vagyon erősítése, a közösségi céloknak a hangsúlyos megjelenítése az része volt az ő létrehozásuknak és a működésüknek. Amikor egy ilyen ikonikus épületről beszélünk, hogy ez a 20-as években épült, hogyha jól emlékszem, és tehát tényleg a budapesti épített örökség és Bél-Budának az egyik fontos és gyönyörű épülete, évek óta üresen áll, ahogy ez elhangzott, ez most élettel fog újra megtelni, biztos hazai kézben marad, és egyébként olyan oktatási és támogatási célokat tud szolgálni, ugye ez ugye a hozam, amiről beszélünk, ami ebből majd bejön, ami megint csak közösségi célokat segít elő, és Magyarországnak és a magyar nemzeti közösségnek jó lesz. Ugye, azért érzem mindig egy kicsit furcsán magam ilyen beszélgetésekkor, mert olyan, mintha azt magyarázgatnánk, hogy a 2x2 az tényleg 4. Tehát nem, igen, csak el kell magyarázni, hogyha az ellentétét állítják, tehát muszáj... Csak ezek miatt, akik verik a tüzet, mert ugye van egy család, akinek van valami befektetni való pénze, a többnyire ők is például ingatlanba teszik. Mert az ingatlan értéke az jó eséllyel tartós megmaradt. Lehetnek hullámhegyek, de azért úgy standard módon egy ingatlan az örökké van.
azért az a neve, hogy ingatlan és nem ingóság. Nem ingó, igen. Most megmagyarázni, hogy egy Magyar Nemzeti Bank alapítványa miért növeli az ingatlan portfólióját, na ez a 2x2=4 esete, de muszáj, de megtesszük, mert a másik oldal ugye most ezzel jön. Akkor nézzük a következő részét. Oktatásügy és műkincsek, ezt próbáljuk meg úgy együtt elmagyarázni röviden. Ugye tételmondat megint. Matolcsi a jegybank pénzéből, vagyis mi mindnyájunk pénzéből, pénzét arra használja, hogy a maga unortodox gazdaságpolitikáját reklámozza, és a ifjúság fejébe elplántálja. Úristen, minő borzalom. Nézzük akkor ezt. Hát itt kezdem azzal, hogy amiben mi hiszünk, és amit az alapítványok számára is vezérvonalként megfogalmaztunk, az a gondolatok szabad versenye. Tehát nem ortodoxiáról, meg unortodoxiáról érdemes beszélni szerintem itt, hanem arról, hogy a közgazdaságtan területén és az ehhez kapcsolódó határterületeken, tudományterületeken szükség van vitákra, szükség van adott esetben új gondolatokra, és hogyha új gondolatok megjelennek tanulmányokban, könyvekben, fiatal szakemberek képében vagy munkájában, akkor ezeknek lehetőséget kell biztosítani. Nem pedig azt mondani, hogy csak egyfajta megközelítésnek van létjogosultsága. Sokszor egyébként olyanok által képviselt iskolák, vagy hogy mondjam, közösségekről van szó, akik már gyakorlatilag leszerepeltek. Hogyha a korábbi szerepüket nézzük meg, gazdaság irányításban. Megint a 2x2=4-et magyarázzuk. És egyébként, ha már itt tartunk, ugye 2008-at követően, azért nem csak Magyarországon, megint csak tágabb értelemben is, az egész világon azt látjuk, hogy bizony korábban adottnak vett tételek, például a piac szabályozásáról, a pénzügyi szektor működésével kapcsolatban, gazdaságélénkítés, mint nagy téma, és így tovább. Ugye megkérdőreződtek dolgok, és egy vita folyik, és ez helyes, ma már az IMF berkein belül is egyébként, egy vita folyik arról, hogy vajon minden helyes volt-e úgy, ahogy azt korábban tették. Sőt, hát említhetném, például ma hollywoodi filmek foglalkoznak ezzel, a Nagy Dobás című film, ami ment a moziban, talán már nem megy, de interneten, illetve videótékákból kivehető, megnézhető, ugye The Big Short, az angol címe, a Nagy Sortolás, ugye az gyakorlatilag erről szól, azt mutatja be, hogy siklott ki a világgazdaság, főleg ugye az USA-ra koncentrál a film nyilván, hogy indult el onnan egy olyan válság, ugye bankválság majd terebélyesedett egy nemzetközi gazdasági válság, amiben mindig benne vagyunk, most akarunk kijönni, hogy sikerült ide eljutni. Ugye? Vagy a tőzsdecápák. Vagy a tőzsdecápák is lehetne több alkotást mondani, vannak ugye alternatív munkák is interneten megnézhetők, nagyon jó ismeretterjesztést szolgáló filmek és elemzések erről. Tehát magyarán az nyilvánvaló, hogy szükség van új gondolatokra, az nyilvánvaló, hogy ezeket ütköztetni kell. Mi és az alapítványok ennek a munkának, ennek a szellemi pezsgésnek és szellemi megújulásnak szeretnénk keretet adni, nem pedig kizárólagosan valaminek. Tehát amikor itt előhozakodnak egy Matolcsi könyve, miért jelentetett meg, vagy miért vásárolt egy alapítvány Matolcsi György által itt recenzió gyűjteményt, ugye egy kötetet. Egyébként, ha már ezt most felhoztam, az ezzel kapcsolatos állítások is mind hazugságok, mert ott ugye nem volt szerzői jogdíj, arról Matolcsi György lemondott, a könyv nem került kereskedelmi forgalomba, a nyomdától rendelték meg, amikor nagyobb példányszámban rendelik meg, akkor nyilván csökken az ár, hogyha alacsony a példányszámban, akkor magasabb. Tehát most belemehetnénk ebbe, de ez egy a nagyon-nagyon sok hazugság közül, amivel ugye előálltak. De miért csinálunk ilyet, miért támogatunk ilyet? Azért, mert szükség van rá, és nem csak ezt az egy könyvet támogatták, több mint 100 kötetet támogattak az alapítványok, és ez az alapítványi, vagy ez a támogatási politika, ez tovább folytatódik, amelyek ezt a fajta szellemi megújulást elősegítik, nem kizárólagosan ezt vagy azt, hanem általánosan egy ilyen gondolkodást. Amikor egyetemi támogatásokról beszélünk, vagy ösztöndíj támogatásokról például, akkor is több mint 12 intézményt, vagy még annál is magasabb számú intézményt támogattak Magyarországon közgazdasági témájút. Itt van együttműködés a Corvinus Egyetemmel, folyik egy oktatási központ kiépítése Kecskeméten, egy új egyetemi központ megállapodáson a Győri Egyetemmel, úgyhogy, és így tovább, és még folytathatnánk, vagyis egy tág és sok gondolatnak teret adó megközelítés az, amit mi folytatunk, mi Nemzeti Bank, és amit az alapítványok is
folytatnak. Úgyhogy ezt hangsúlyoznám mindenképpen, ez szolgálja a magyar közgondolkodást, szolgálja azt, hogy megújuljon a közgazdasági tudás, szélesedjen, a pénzügyi ismeretek is minél nagyobb körhöz eljussanak. Bevonjuk ebbe egyébként a határon túli magyar felsőoktatási intézményeket, hadd tegyem hozzá, tehát a Kárpát-medencei magyar egyetemeket, magyar nyelvű képzési helyeket. Úgyhogy nagyon fontos stratégiai gondolkodás és stratégiai támogatási rendszer az, amit kiépítünk. Az a jó pofa ebbe, én úgy fogalmaz szóvivőhöz méltó higgadtsággal, hogy szükség van új gondolatokra. Hogy fordítsam én ezt le most így egyszerűbb nyelvre. Ugye ortodoxia, unortodoxia. Lehet röhögni az úgynevezett unortodoxián, még mindig gúnyosan, felsőbbrendűen, a minden tudás és a bölcsek kövének birtokosaként. Csak ha megnézzük a tényeket, akkor itt is látunk. Az ortodoxia 25 éven keresztül produkált jó magas banki alapkamatot, 7% alá ritkán menő inflációt, nem is emlékszem hány százalékos hiányt, és gigantikus államadósságot. Ez volt az ortodoxia. Most van lesajnált és kiröhögött unortodoxia. 0,9%-os jegybanki alapkamattal, infláció helyett adott esetekben deflációval, ami nagyjából Mátyás király idején nem volt. Nem romlik a pénz? Utoljára ebben az országban, tehát még egyszer infláció, defláció, miközben a jegybanki alapkamat konvergál a nullához, 3%-os hiány bőven tartva, és csökken az államadósság. És gazdasági növekedés van az és gazdaság. Tehát ezt a kettőt így lehet tenni a serpenyőbe, és akkor lehet röhögcsélni. Igen. Hülyén, mint nyálfolyatva, mint a debilek, ahogy egyébként ezt teszik. Igen. Nagyon röviden, műkincs vásárlásra is térjünk ki, bár számomra ez ugyanolyan, mint az ingatlan. Hát mi a bánatba fektetne az ember, ha nem műkincsbe? Ráadásul ez megint értékmentés, gondolom én. De hát két mondatot. Értéktár program a neve egyébként annak a programnak, amit ezügyben elindítottunk. Ez a Magyar Nemzeti Banknak a programja, itt az alapítványok nem játszanak ilyen fontos szerepet. Egyébként megint csak egy olyan tevékenységről van szó, egy olyan szponzorációs, mecénási tevékenységről, amely gyakorlatilag a legtöbb jegybank esetében közismert, sőt, hát én meg is néztem bizonyos adatokat itt a mai beszélgetéshez, a francia jegybank esetében 100 millió euró az összértéke annak a műkincsgyűjteménynek, ami az ő birtokokban van. Hollandiában 1200 darabos, Belgiumban közel 2000 darabos a gyűjtemény, Németországban is, de hogy ne csak nyugati nagy államokat mondjak, nézzük például Észtországban közel 200 darabos olyan gyűjteményük van, ami egyébként nem látogatható Észtországban, hanem az a jegybank, az ottani jegybanknak a tulajdona. Most mi esetünkben egyrészt nem beszélhetünk ilyen számokról, meg hát nem is olyan régi ez az elköteleződése a banknak. Értékmentésről van szó, a célja a programnak az, hogy magyar tulajdonban tartson, vagy magyar tulajdonban visszahozzon olyan vagy magyar alkotásokat, vagy magyar relevanciával is bíró alkotásokat, amelyek a magyar közkincset, a magyar kultúrás örökséget erősítik, annak a részét képezik. Ugye a legtöbbet a Munkácsi trilógiáról hallhattunk talán ezügyben. Szerintem az egy nemzeti célt szolgáló szerepvállalás, hogy ebben mi részt veszünk, és igyekszünk ezt a trilógiát teljes egészében ugye Magyarországon, magyar állami kézbe hozni és tartani. Ugye ez nem ért még véget, itt van még egy vitatott tétel ebben az egyik kép, de az irány szerintem egyértelmű, és ez a helyzet a többi esetben is. Ezek egyébként látogathatóak, tehát nem úgy, mint mondjuk Észországban, ezek múzeumokban vannak, 250 ezernél is többen látták ezt az elmúlt évben, azt néztük meg, hogy a különböző közgyűjteményekben kiállított egyébként MNB tulajdonban lévő műalkotásokat hányan nézték meg, hát több mint 4 millióan az elmúlt egy évben, és ez továbbra is így marad, most nyílt éppen meg egy Tallér gyűjtemény a Nemzeti Múzeumban, talán 10 nappal ezelőtt, ami szintén egy nagyon komoly gyűjtemény. Úgyhogy itt erről van szó, erre 30 milliárd forintos keretösszeget határoztunk meg, ez a jegybank egyik alelnöke Gerhard Ferenc vezeti, egy szakmai bizottság hozza a döntéseket, nagyon komoly értékbecslés történik mindig, tehát nem hasraütéssel vásárolunk bármit. Ezt mutatja egyébként ez a Munkácsi festmény körüli vita is,
hogy ott az egy árvita, ami zajlik, és igyekszünk egy olyan árat kialkudni, vagy olyan árban megegyezni, ami a mi értékbecsésünk szerint is megfelelő és indokolt, és nem pedig egy túlzó ár. Úgyhogy ez egy nagyon felelősségteljesen, nagyon nagy odafigyeléssel folytatott program, a közjót szolgálja, ezek az alkotások megtekinthetők, azt látjuk, hogy nagyon sokan kíváncsiak is ezekre, és büszkék vagyunk arra, hogy ilyen értelemben hozzá tudunk járulni a magyar kulturális örökség megőrzéséhez és erősítéséhez. Semmi szégyenkezni való nincs az ügyben, nem csak azért, mert mások is csinálják a saját nemzeti örökségükkel kapcsolatban, hanem azért, mert ez a magyar érdekeket és a magyar kultúrát szolgálja. 2x2=4. Így van. No, akkor nézzünk meg egy 2x2=5-höz hasonlítható témakört. Friss, ropogós, vadonatúj hírrel tudok szolgálni, bár gondolom ön is már hallott róla, sőt, talán ő már korábban, mint mi. De tegnap kiderült, és ezt a baloldal és a BK, mint valami óriási győzelmet füligérő szájjal jelentették be, hogy az Európai Központi Bank, ugye Mario Draghiék, vizsgálódnak a Magyar Nemzeti Bank és az alapítványok körül, és a vizsgálódás legfőbb tárgya az az, hogy hogyan és milyen módon is vásárol a Magyar Nemzeti Bank, illetve az alapítványai hogyan vásárolnak állampapírokat, mert hogy ugye mondják ők, gyakorlatilag a nyugati demokrácia egyik alappillére, hogy a nemzeti bankok, a jegybankok nem vásárolhatnak államkötvényeket, állampapírokat, mert hogy nem finanszírozhatják közvetlen módon a költségvetést ilyen módon, és hát hogyha ez sérül, akkor valami rettenetes tragédia történik. Tehát ezügyben a vizsgálódás csapás iránya az ez. A jegybank állampapír vásárlási konstrukciói. Csak zárójelben hagyj egyezzem meg, mielőtt meghallgatom az ön válaszát ezzel kapcsolatban. Zárójelben hagyj egyezzem meg. Mi érdekes, hogy 2008-at követően az Európai Jegybank, Központi Bank, hát hogy is mondjam, csak úgy kilóra vásárolta a különböző államkötvényeket. Kilóra. Senki nem vizsgálódott, hogy most akkor mi a helyzet. Na, hallgatom önt. Több mindent felvetett ugye a kérdésben. Talán kezdjük ezzel, amit a végén említett, ugye a tágabb képből elindulva. Ez valóban a jegybanki függetlenség lehet-e, vagy nem lehet az államot finanszírozni? Ha igen, akkor hogyan? Elsődleges piac, másodlagos piac, ugye ezek már ilyen szakzsargonba tartozó kifejezések, illetve kategóriák. Oda megy vissza valóban a dolog, hogy ugye egy fontos érték a jegybanki függetlenség. Ez kétségtelenül így van. Hogyha ezt megnézzük ennek a történetiségét, és főleg Európára koncentrálunk, akkor nyilván a II. Világháború előtti időszakot is érdemes megnézni. A Németország egy fontos szereplő ebben, most ebben nem akarok nagyon hosszasan belemenni, de nyilván ezt a fajta alapelvet érdemes nekünk is tiszteletben tartani, és tiszteletben is tartjuk. Ugyanakkor azt látjuk valóban, hogy főleg a gazdasági válság hatására és azt követően itt hát ugye euró milliókban mérhető állampapírvásárlás történt azért, hogy bizonyos országokat, itt főleg a periféria országokról van szó, Görögországot említhetjük talán elsősorban itt, hát gyakorlatilag lélegeztetőgépen tartsák. Tehát itt a minden az Európai Központi Bank, mint a jegybankok felé, nemzeti jegybankok felé közvetített hát politika vagy iránymutatás is azért jelentősen változott és változik. Itt egy technikailag csődben lévő országról beszélünk, ugye Görögország esetében. Az előbb ugye szóba került az IMF, ahogy mondtam, most már az IMF berkein belül is van egy olyan megközelítés, ami azt mondja, hogy valószínűleg nem működik az a megszorításokra épülő megközelítés és gazdasági felzárkóztatási próbálkozás, amit ott Görögországra erőltetnek, és már ők is adósság elengedésről beszélnek. Ez egy nagyon-nagyon nagy változás, hogyha belegondolunk. Van egy vita az IMF és az Európai Központi Bank, vagy az Európai Bizottság között, zárója bezárva. De visszatérve a kérdésre, tehát egyrészt ők is ilyeneket valóban csináltak. Itt részletekre is figyelni kell. Van az elsődleges piac, amikor közvetlenül az államtól vásárolna egy jegybank, mondjuk az államkincstártól
államkötvényt, ugye ez tilos, és van a másodlagos piac, amikor a piacról mondjuk egy banktól, egy pénzintézettől veszi, ugye ezt a másodikat ezt lehet csinálni. Az alapítványokra visszatérve, mert ugye innen indultunk a kérdés tekintetében, és ezt próbálják megint ugye támadni, most pont a legutóbb ugye a DK ugrott erre rá. Az alapítványok a másodlagos piacról vásároltak államkötvényeket, ahogy ezt már többször is mondták, ez tehát nem támadható. Az Európai Központi Bankkal pedig a Magyar Nemzeti Banknak egy állandó kapcsolata van. Tehát itt nem egy egyszeri vizsgálódásról van szó, ugye ez egy munkakapcsolat, a Magyar Nemzeti Bank része az Európai Központi Banki rendszernek, a jegybank elnök Motorcsi György ugye az Európai Központi Bank kormányzattanácsának a tagja, ugye, ex officio, tehát ez egy teljesen normális működés az, hogy egyébként kommunikáció van, bizonyos kérdésekről egyeztetés, adatokat kérnek, adatokat adunk, stb. Ez a normál működés része, és nem csak magyar esetben van ez így, tehát EKB magyar viszonylatban, hanem az összes többi jegybank esetében is. Ahogy mondtam, a jegybankok hasonló programokat végeznek, oktatást támogatnak, sőt, tehát iskolát tartanak fenn, ha már itt tartunk. Például a Bundesbank, a német központi banknak saját főiskolája van, pénzügyi ismeretek tanítása, de van ilyen a spanyolnak, a brit jegybanknak, és itt tovább. Tehát számos példa van, mondom, sokkal direktebb szerepvállalásokra is. Hamarabb lesz mint a Magyar Nemzeti Banknak is. Mint Magyarországon, tehát még csak ebben semmi különös nincs. Ez a kommunikáció, ez folyamatos. Mi az Európai Központi Bankra egy jó kapcsolatot tartunk fel, nyilvánvalóan a bank vezetői rendszeresen járnak ki Frankfurtba, és folynak tárgyalások. Az szerintem rendben lévő, normális dolog, hogy ők egyébként figyelemmel kísérik azt, hogy az MNB alapítványai hogy működnek, figyelemmel kísérik azt, hogy mit csinálnak, és egyébként a rendelkezésükre bocsájtott vagyon befektetési részeit, vagy befektetésének a részleteit is megnézik, és ezügyben velünk egy munkakapcsolat van. Ez teljesen normális, nincs szó tehát arról, amit itt próbál most éppen a DK politikussal megint felfújni, és valamiféle konfliktus kreálni ott, ahol valójában ilyen nincs. Egyébként az alapítványokra visszatérve, ugye az a mozgás, hogy inkább az ingatlan piac felé mozdulnak el, gyakorlatilag a hozamoknak a magasabb szintje miatt, az egy fontos szempont itt is. Szerintem semmi probléma ez ügyben nincs, ezek felelősségteljesen jól működnek az alapítványok átláthatóan, ugye minden információ birtokában vagyunk ez ügyben, úgyhogy nem látok semmi problémát ez ügyben. Mi lehet az egész mögött? Mert persze, vannak ezek a primér és egyszerű magyarázatok, amelyik nyilván igazak. Tehát, ugye, igazából ez az egész Matolcsin keresztül Orbánról szól. Ha Matolcsit támadjuk, akkor azt az egész gazdaságpolitikát támadjuk, akkor Orbánt támadjuk, őt gyengítjük. Ez lenne ugye az egyszerű, ez a lineális vonal. Csak az ember egy picikét próbál belegondolni. Hát azért, amikor reggel fölkelnek ezek az alakok, ők is látják, hogy mennyi a jegybanki alapkamat, ők is látják, hogy mekkora az infláció, ők is látják, hogy a hiány tartva van, az a hiány, amit az életben nem voltak képesek tartani, és amit nekik az Európai Unió 6 éven keresztül simán elnézett, semmiféle probléma nem volt abból, hogy a 3% nem 3, hanem 6, meg 7. Ahogy jött 10-be az Orbán kormány, rögtön előkerült ugye a kötelezettségszegési eljárás ez ügyben. Tehát az adatokat ők is látják, látják azt is, hogy az államadóság igenis csökken, bár ez ügyben is imádnak össze-vissza hazudozni, hogy nem is csökken, hanem nő, penetráns, aljas, ocsmány hazugság. De hát akkor is látják, és nem tudom, hogy az ő fejükben mi a B-terv. Tehát tényleg ott tartanak ezek az emberek, hogy ezt mind buktassuk meg, majd megint visszajövünk, és eladjuk majd az országnak, hogy az a jó, hogyha 10% a jegybanki alapkamat, meg 10% az infláció, meg 5% a hiány, meg megint fölveszünk irgalmatlan hiteleket mindenhonnan, és nő az államadóság. Mert ugye ez a mostaninak ez az alternatíva. Mi a cél? Mi van az egész mögött? Mert nem értem. Én azt hiszem, hogy egyetértve a kérdésben foglalt állításokkal is, szerintem talán a nemzeti függetlenség az a szempont, amit érdemes idehozni.
Én legalábbis így látom. Tehát, hogyha össze kell foglalni azt, hogy mi az a vezérelv, ami a jegybanki működést meghatározza, de kicsit tágítva a 2010-ben alakult kormányzat megközelítését is jellemzi, amiben egyébként ugye partner, szövetséges a Matolcsy György vezette jegybank, akkor ez a nemzeti függetlenség erősítése mindenféle módon. Erről szólt az a gazdaságpolitikai fordulat 2010-ben, ami emlékezünk rá, Matolcsy György mostani jegybankának, akkor ugye gazdasági miniszterként főszereplője volt ennek a miniszterelnök mellett. Erről szólt az új közteherviselés, amikor azt mondtuk, hogy nem a külföldi befektetők, nem a külföldi nagyvállalatok, nem a Világbank, nem az IMF szempontjai szerint fogjuk Magyarországot rendbe tenni és megszervezni a működését, hanem a magyar emberek érdekei szerint. Ez nagyon komoly konfliktusokat hozott, hiszen nagyon komoly érdekek voltak itt bebetonozva, amelyeket ez sértett. Amelyeket és akiket, ugye szereplőkről beszélünk, intézményeket, szereplőket, ez nagyon komolyan rosszul érintett. Ezeket a konfliktusokat felvállalta a kormány, és felvállalja bizonyos esetben most is a jegybank akkor, amikor ezeket a döntéseket, monetáris döntéseket meghozza. Ehhez kellett egy kétharmados politikai támogatás, ami most is még ugye ennek a közelében van, tehát nyilván ez csak úgy nem lehet megcsinálni, máshol ez nem sikerült, de látjuk azt, hogy olyan országok, amelyek hozzánk hasonló helyzetben voltak, vagy akikhez mi közelítettünk, például Görögország, ugye, már szóba került, vagy a periféri országok, mennyire nem tudnak kijönni egy egyre reménytelenebb béváló helyzetből. Mennyire kiszolgáltatottá váltak gyakorlatilag teljes egészében. A gyámság alatt vannak. Ha valahol megszűnt a nemzeti függetlenség, hát például, az Görögország. Na, ehhez képest, ugye, nézzük meg, hogy milyenek a magyar mutatók, nézzük meg, hogy mi az az út, amit Magyarország bejárt azóta. A Magyar Nemzeti Bank úgy kíván működni, hogy méltó legyen a nevéhez. Magyar legyen, nemzeti legyen, amellett, hogy bank. Tehát ez egy kiemelt nemzeti feladat és egy nemzeti intézmény az, amit az MNB jelent, amit be kell tölteni, mint szerepet. Az MNB vezetés az elmúlt 3 évben ezt fogalmazta meg, ezért hoztunk létre egy alapokmányt, amiben ezeket részletesen kifejtjük, és amiben beszélünk közösségi szerepvállalásról, beszélünk a támogatási feladatokról, a közösségi felelősségvállalásról, amikről mi is itt ma beszélgetünk. Ez egy új megközelítés. Na most ez továbbra is érdekeket sért, és azok, akik ebben a nagy értékrendi vitában is úgy tűnik, hogy alul maradtak, azok hát sokszor, vagy egyre inkább elkeseredett eszközökkel gyakorlatilag minden objektivitás nélkülözve támadják ezeket az eredményeket, illetve támadják azokat a szereplőket, vezetőket, akikhez ezek kötődnek. Tehát én így fogalmaznám meg, és abban egyetértek egyébként, hogy a jegybank elnök támadása, az ő személyének a támadása, az intézmény támadása mögött biztos, hogy a kormányzat és a miniszterelnök támadása is ott van, tehát ez egyértelműen látható. Amire szükségünk van, és mondom, ez egy újfajta helyzet egy jegybank esetében, hogy ennyire, hogy mondjam, ennyire tűz alatt van, vagy ennyire aktívan kelljen kommunikálnia arról, amit csinál, hogy ez nem szokás. De hát fölvesszük a kesztyűt, ha föl kell. Ezért kezdtünk egy aktívabb kommunikációt, ezért vált sokkal nyitottabbá végül is a működésünk, és az általunk létrehozott és támogatott intézményektől is ezt kérjük, és ezt várjuk el. Igen, csak hát nincs is csak folytatva ezt a gondolatsort, ugye attól hátborzongató ez az egész, ami zajlik, mert ön is hivatkozott rá, hogy itt a magyar nemzeti érdek dominál. Ha csak egy elemet veszünk ki, mondjuk azt, hogy a jegybanki alapkamat 7%-ról lement 0,9-re. Ez az egy elem, mondjuk a magyar állampapírok megvásárlása kapcsán, amit 20x éven keresztül többnyire külföldi befektetők vásároltak. Ez az egy elem, a 7-ről 0,9-re történő lemenés, ez 100 milliárdokban mérhető, ami itthon maradt pénz. Igen. És ez régen kiment az ország. Valakiknek ez a pénz Igen. nagyon hiányzik. Nyilván nekik se esik jól, hogy ez ma a monetáris politika. Igen. Amit én megértek, a hátborzongató az az, hogy vannak itthon csatlósok, akik
ennek az érdeknek a szolgálatába képesek állni a magyar nemzeti érdek helyett. Ettől hátborzongató az egész. Hát nagyon sok erőt és kitartást kívánok ez a munkához. Szerintem lesz még miről beszéljünk. Köszönöm a következő szépen. Évek. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Jövő héten a szokott időben várom önöket. A viszontlátásra.